A koronavírus járvány miatt az intézmény zárva volt, hétfőn kezdtek. A zöld jeles napok közül a Föld napja kiemelt ünnepít, amit projektmódszer segítségével dolgoznak fel. A járvány miatt most a karcagi óvodások tarka-barka perceiben a neten készítették elő ezt, véleményezték, bemutatták, hogyan lehet palántákkal a kiskertet szebbé tenni. A folyamatot a gyerekek otthonról figyelemmel videón nézték, hétfőn pedig megnézték a terepasztalt a kikelt palántákkal. Most ugye a járvány miatt nem tudtuk elkezdeni a projektünket, viszont a karcagi óvodások tarka-barka perceiben előkészítettük ezt a projektünket. Beteményeztünk a gyerekek számára, betőmagokat mutattuk be, hogy hogyan tudjuk a kiskertünket szebbé tenni a beteményezés folyamatát, és ezt a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérték otthon, így ez volt az előkészítése a mostani projektünknek, és tegnap, amikor följöttünk, akkor már ismételten beszélgettünk a beteményezésről, és várta itt a gyerekeket a terepasztal, nagy örömmel figyelték és nézték, hogy ezt már látták a videókon keresztül, és elkezdtük gondozni, és a mai naptól kezdve a világos kertet ültettük be az Egy Gyermek Egy Palánta program keretében. Április 22-e a Föld napja, erről beszélgettek, majd új Petronella óvodapedagógus vezetésével, nyomdázás technikával, lufi segítségével kiszínezték a gyerekek a Földet. Ez egy újszerű technika volt a gyerekek számára, nyomdázás technikával, lufi segítségével tudták a Földet elkészíteni, ugye a természetben is, hogy a színátmenetek, a sokszféleség, a sokszínűség látható, és így a gyerekek kreatív módon készítették el a földgömböt. Örökös zöld óvodaként a madáretetéstől kezdve sok minden van itt. Az udvaron egy ökokertet is kialakítanak, hogy a gyerekek elsajátítsák a veteményezést, az ültetést, begyakorolják a szerszámok használatát. Ökokertet szeretnénk kialakítani, ennek a folyamatát már elkezdtük az ősz folyamán, és amit most láthattak a kiskert programnak a része. Nagyon fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák a veteményezést, az ültetést, és a terepasztal alkalmas arra, hogy begyakorolják ezeket a tevékenységet, a szerszámok használatát, és amikor már a kertben végezzük a kerti munkát, akkor már a gyerekek tudják, hogy hogyan kell veteményezni, megtanulják, hogy az apró magukat, a dugfagymát hogyan kell elültetni, és hogyan kell gondozni az ültetést, és ott már akkor egy begyakorlott tevékenységként tudják végezni. A mesesarokban a földnapja kapcsán öröm és bánat térképet is készítettek az óvodások. Öröm és bánat térképet készítettünk, nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekek az előkészületekben, illetve az előző években elsajátított ismereteket fel tudják-e elveníteni, vagy milyen mértékben maradnak az emlékezetükbe. És ugye ezek a tevékenységek nem egy egynapos tevékenységek, hanem ez egy folyamat. Egészen pici koruktól kezdve találkoznak, hogy mi az a környezetünkre káros tevékenység, tényező, mi az, ami nagyon jó a földünknek, a környezetünknek, a levegő tisztaságának, és a beszélgetés során örömmel láttuk és hallottuk a kis kolléganőmmel, Új Petronellával, hogy a gyerekek jól emlékeztek ezekre a megbeszélt dolgokra, a megtapasztalt dolgokra is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a környezetudatos magatartás alakítása szempontjából, és hogy képesek legyenek majd a környezetüket óvni, védeni felnőttként. És a természetre figyelő magatartás nagyon fontos, hogy kialakuljon, és ezt is boldogan tapasztaltuk, mert az öltözőnkből ki tudnak tekinteni a gyerekek az udvarra, és tapasztalták, hogy lombok van, a fák lombot reszettek, illetve a bokrokon megjelentek a levelek, és az aranyvesző csodálatos sárga pompában van. És nagy örömmel láttuk, ahogy a gyerekek erre felfigyeltek, kinyitottuk az ablakot, és hallották, hogy egészen más a madarak csicsergése, mint a korábbiakban volt. Már a tavaszi hangjuk hallatszik, és boldogan hallották, hogy egyre több a madárdal.